Március 1 a Polgári Védelem Világnapja, erre emlékeztek, és ezt ünnepelték a héten Győrben is, illetve előbb a Tényői Atombunkerben, aztán pedig a Dunakaputéren várták a fiatalokat, hogy a szakemberek megmutassák, miről, miről is szól pontosan a polgári védelem, meg miről szól az önkéntesség. Jó, estét kívánok, köszöntöm a Győr Plus televízió kedves nézőit, ez itt a konkrét, benne pedig a polgári védelmi szakemberekkel, illetve az ő munkájukkal foglalkozunk, mert sokan a mai napig nem is tudják azt, hogy kik azok a polgári védelmi szakemberek, például összekeverik a polgár örökkel, pedig teljesen másról van szó. Bennünk a stúdióban Csepi László, aki polgári védelmi vezető, a győri katasztrófa védelmi kirendeltségnél. Remélem, hogy nem hibáztam ezt, el. jó estét kívánok! Jó, estét kívánok! Egészen pontosan polgári védelmi felügyelő. Ahogy jól esik szerkesztő úr. Jó, rendben, akkor legyen felügyelő. Hát, kedves Csepi úr, nagyon jó kis programokat szerveztek a hétre, ugye a híradónk stábja ott volt a tényői úgynevezett atombunkerben, és aztán a Dunakapu téren is. Hogy sikerültek, hogyan értékelik ezeket a rendezvényeket? Sok gyerek volt, jól érezték magukat, talán sikerült felhívni a figyelmet az önök munkájára is. Szerintem igen. Tehát ugye eleve úgy indult a dolog, hogy két napos lett a rendezvény, ilyet sem csináltunk még. Hát az első nap egy kicsit a hidegháborús korszakba utaztunk, találkoztunk ott kint a helyszínen. Ez a valamikori megyei vezetőknek az úgynevezett föld alatti védett vezetési pontja volt, ezt tettük nyilvánossá most már két éve, de a nagy közönségnek hivatalosan most lett bemutatva ez a lehetőség. Sajnos a hely adottságai miatt viszonylag kevesen tudtak kérni. Ez a 150 fő sem kevés, aki végül is véglátogatta az objektumot. Hát meg igazából az időjárás sem volt kegyes hozzánk. Tehát 7, azaz 7 fok volt az épületben, tehát a kollégáim délutára már kockásra fagytak, de hősiesen tűrték a látogatókat. Annál jobb idő volt másnap a Dunakaputéren, ahol hát ezer gyerek biztos, hogy volt talán még több is, nem tudom, néhányan elszáringoztak közben, aztán visszatértek. A Dunakaputéri rendezvény hogy sikerült? A Dunakaputér az egy teljesen más jellegű rendezvény volt. Ugye ez a év az első, hogy 50 óra közösségi szolgálatot kell igazolni azoknak a középiskolásoknak, akik érettségizni szeretnének. Ezt a közösségi szolgálatot próbáltuk meg népszerűsíteni. Hát hogy miért mi? Hát először is polgári védelmi nap volt, másodszor 7 vagy 8 helyszínen fogadunk, tehát a tűzoltóparancsnokságoktól a kirendeltségeken keresztül fogadunk mi is közösségi szolgálatra diákokat, és fölvállaltuk ezt a lehetőséget, hogy azon szervezeteket megpróbáljuk összehozni, a keresletet, kínálatot ezen a helyszínen, valamilyen formában, a játékos formában, a fiatalos formában, hogy kedvet csináljunk az önkéntességhez. A közösségi szolgálatot szerintem vagy nagyon szeretik a fiatalok, vagy nagyon nem szeretik. Mondjuk, ha önökhöz mennek közösségi szolgálatra, akkor inkább szeretik. Meg lehet velük szeretetni, és ha igen, akkor hogyan és mivel? Hát először is kell egy olyan felnőtt, aki szívén viseli a fiatalokkal való foglalkozást. Ez mindenütt megvan, legalábbis a saját szervezetünknél. mindenütt van egy-egy olyan kolléga, aki fölvállalta ezt a dolgot, illetve értelmes feladatot kell adni a gyerekeknek. Ezek a gyerekek jobban értenek a számítógéphez, egészen másképp gondolkodnak. Tehát, ha csak a Dunakaputéri rendezvényre gondolok, ennek az élőképnek, vagy ennek a táncbemutatónak az ötletesen sem tőlem ered. Tehát beszélgettünk a diákokkal, fiatalokkal, mit kéne csinálni, hogy kicsit vonzóbb legyen, kicsit érdekesebb legyen, akkor vetődött fel ez a dolog, hogy mi lenne, ha egy flashmobot mobot csinálnánk. Mi lenne, ha vannak táncosok, megpróbálnánk bevonni a közönséget. Száz gyereket sikerült, az ezer egy néhány százból, aki a megnyitónál ott volt, de ez pont százal több, mint ha nem csináltunk volna ilyet. És volt, be, volt fogadókészség. Aki Önök megy közösségi szolgálati idejét eltölteni, az mivel tud foglalkozni? Mire tanítják meg, milyen tevékenységeket tudnak megismertetni velük, és mennyit profitálhatnak ebből a későbbiekben? Érdekes a dolog, a közösségi szolgáltat úgy kell szervezni, hogy egy együttműködési megállapodást kell kössünk azon iskolával, tanintézménnyel, ahonnét a diákok jönnek, és nekünk nagyon pontosan leírták, hogy milyen feladatokba tudjuk bevonni ezeket a fiatalokat, legyen az eszközök karbantartása, raktárban való pakolás, rakodás, különféle tervek készítése, például a saját iskolájuk kitelepítési vagy kimenekítési, tűzriadó tervének a felővizsgálata, begyakoroltatása, ez mind-mind beszámolható a közösségi szolgálatba, csak úgy, mint egy, -egy ilyen tűzoltási vagy polgári védelmi gyakorlaton, sérültként, imitátorként, vagy ne talántán sajnálatos 2003-as árvíznél a homokzsáklapátolást is be tudtuk számítani közösségi szolgálatnál, tehát találunk értelmes elfoglaltságot, ez a legfontosabb. Aki önöknél tölti ezt a közösségi szolgálatot, lesz közülük olyan, aki visszatér majd esetleg szakemberként, mert annyira megfogja ez a terület, akár katasztrófavédő, akár polgári védelmi szakember, szóval vonzó lehet számukra ez a, ez a fajta munka? Hát én most már jövőre 30. éve foglalkozom polgári védelemmel. Jelen pillanatban is van már néhány olyan a kollégák között, akik annak idején diáként még az akkori polgári védelmi versenyeken kezdtek. Most is vannak több iskolából, akik közszolgálati egyetemen tanulnak. Hát a közösségi szolgálatosok, ugye, mint mondtam, most végez az első csapat, tehát most érettségiznek, de tudomásom szerint van közöttük olyan, aki szintén a egyetemen valamilyen vagy a katonai, vagy rendőri, vagy tűzoltói, tehát valamilyen ilyen irányba próbál meg elmozdulni. Ha már a 30 évet említette, bár önre nézve el sem hiszem, hogy 30 éve ezen a területen dolgozik, sokat változott a polgári védelem, mint szakma, mint szakterület a 30 év alatt, mennyire kellett modernizálódni, hiszen azért az önök munkája nem annyira számítógéphez kötött, nem annyira internetfüggő, inkább a helyszínen való jelenlét és szakértő beavatkozás lényege. Sokat változott ez a tevékenység? Sokat, ugye pont visszakanyarodok a tényei atombunkára. Az én 1987-ben, mikor ide kerültem, akkor még az akkori rutinos tapasztalt kollégák gyakorlatokon különféle hagyományos nukleáris csapásokat számoltak. Hány ember lesz, akivel lehet számolni, aki sajnos meghal, milyen védelmi lehetőségek vannak, raktárokba álltak a gázállarcok, mindenfajta felszerelések, sugárvédő tabletta, stb. stb. Aztán ugye a hidegháború megszüntével, a rendszerváltást követően átmentünk egy kicsit a békeidőszaki katasztrófákba, sajnos a természet ebbe sokat, idézőben mondom, sokat segített, tehát rengeteg árvízi helyzet, olyan jellegű dolog volt, amik mind-mind ide tartoznak, hogy a Genfi egyezmények adják meg, hogy a polgári védelemnek milyen feladatai vannak, Ugye a polgári védelem maga az egy feladata és intézkedési rendszer gyakorlatilag, és minden magyar állampolgár ennek résztvevője, vagy önként, vagy kötelezően, ezt elmondtam a téren is a fiataloknak, saját települése védelmében mindenki kötelezhető polgári védelmi szolgálatra, egy életkor, 18 és a nyugdíjkorhatár között, és ott polgármester kijelöli, ez kötelező, de a tavalyi évtől ugye átléptünk erőteljesen az önkéntesség irányába, alakulnak szép számmal településeken is önkéntes csoportok, legutóbb tavaly novemberben Győrben egy 66 fős egyetemi csoportot sikerült létrehozni, ami már ennek a múltkori lánynak, az eltűnt lánynak a keresésébe 17-18 fővel már élesben is közreműködött. Ön mondta ezt, hogy elvileg mindenki érintett vagy érintett lehet, mégis sokan keverik a polgárőséggel a polgári védelmet. Nem véletlenül mondtam itt a felvezetőben, mert a mai napig előfordul ez. Egészen konkrétan most leírásszerűen mi a polgári védelem feladata, kinek mikor kell a polgári védelemben részt vennie. És tudom, hogy több kérdés egyszerre, de azért jusson erre is idő, ha már az árvizet említettük. Melyek azok a katasztrófa helyzetek, amikor a polgári védelemnek kult szerepe van? Tehát ugye az a legfontosabb ebbe az egész hogy a polgári védelemnek a legfontosabb feladata a lakosságnak a védelme. Tehát a katasztrófa védelmi rendszeren belül a polgári védelem az egyik lába, mondjuk egy háromlábú széket veszünk alapul, ez egyik lába a tűzvédelem, a másik a polgári védelem, a harmadik pedig a veszélyes üzemekkel foglalkozó iparbiztonság. Ugye ezzel, ezzel a legbiztosabb lábakon azt szokták mondani a régi öregek, a háromlábú széke sosem fog felbillenni. Ennek az egyik szegmense vagyunk mi. Tehát ha a tűzoltó kollégák kimennek egy káreseményhez, őnek vissza kell oda jönniük, mert a következőre fogják őket riasztani. Tehát ebből adódóan, miután az állampolgárokból áll a polgári védelem, nyilván nem egy azonnali beavatkozó csapatról beszélünk, hanem 3-6-12-72 órán belül kell az illetőt a munkahelyről, a lakásából kötelezően megszólítani, és akkor ő el fogja kezdeni azt a feladatot, amit a saját településen, a saját polgármestere a rajtunk keresztül, vagy bonyolítsam a szerkesztő úr életét, mondjuk mint 13 egy veszélyhelyzet kihirdetésekor kötelezően elrendeltek, és akkor kötelezően mindenkinek ott kellett lennie, és ugye a törvény szabály szerint tőlünk került tud a kolléga, akkor a polgármestertől átvette az irányítást. Ez meg nem azt jelenti, hogy ettől kezdve a falut mi fogjuk irányítani, csak a védekezéssel kapcsolatos munkálatokba veszik el az irányítást. Ezt is sokan félreértik. Az elmúlt 30 évből, ha már szóba került a 30 év, vannak emlékezetes, persze idézőjelben emlékezetes olyan beavatkozási helyszínek, időpontok, események, amire, hát ha nem is jó szívvel, bár az elvégzett munka minősége miatt akár jó szívvel is, de visszagondol, akár ön, akár a kollégák? Hogyne, hát ö, több ilyen esemény van, mondjuk én még, amikor legelőször ide kerültem, volt még úgynevezett honság dunaj gyakorlat közösen a szlovákokkal, az még az atomháborút. Aztán 99-ben rajkán volt egy nagy magyar-szlovák-osztrák közös atomerőművi balesetet szimuláló gyakorlat, ahol szlovák diákokat fogadtunk be Magyaróvára, illetve néhány buszni diákot pedig len Ausztriába. Aztán sajnos 2000 után megkezdődött az árvízi időszak, tehát voltam Szabolcsba, a Szolnok megyébe, aztán 2002-ben, hogy a Győrmoson-Sopla megyébe egy évszázad árvíze, aztán 2006-ban egy következő. 10 ben ugye a bakonyéri patakok áradtak meg, és akkor megismerkedtünk a villámárvíz fogalmával, aztán 13 ban a Dunai árvíz, és remélem most egy jó ideig vége lesz. Tehát most már annyiszor volt évszázad árvíz, hogy egy ideig jó lenne, ha nem következne be hasonló. Jó, hát ilyen ne legyen, de sok van még hátra ebből az évből. Most a Polgári Védelmi Világnapja után milyen kihívások várnak önökre? Hát folytatjuk tovább ezeknek a faluban falukban településeken kijelölt lakosoknak a felkészítését. Itt három évet ciklusok vannak, első évben egy alapozó, következő évben egy szakmai képzés, a harmadik évben pedig gyakorlatokat vagy továbbképzéseket kell szervezni. Jelenleg ezt tervezzük, illetve ugye a diákokkal foglalkozunk tovább, tehát mind a közösségi szolgálat, mind a, a, különféle ifjúsági versenyek beindulnak, folytatódnak, ez az első fél évet kiteszi, aztán a második fél év, a nyáron reményeink szerint kicsit nyugalom lesz, bár azért a tavalyi év adtak feladatot, rajtunk keresztül az önkormányzatoknak, aztán jön az ősz, meglátjuk megint ugye szokásos árvízvédmék bejárása a vízügyjel közösen, télre való felkészülés, tehát a természet adja magáét, mi megpróbálunk hozzá alkalmazkodni. Hát akkor a polgárvédelem párhuzamos, vagy hasonlít kicsit a tévések munkájához, soha nem unatkoznak. Köszönöm szépen, Csepér, hogy itt volt velünk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt már a konkrét a hét utolsó. Konkrét, ha jön a hétvégájtok, holnap 15 fok lesz és napsütés, polgárvédelemnek sem kell majd talán beavatkozni, úgyhogy menjenek el a természetbe, pihenjenek, sokat sétáljanak, töltsék az időt a családjukkal konkrét legközelebb hétfőn, akkor is számítunk a figyelmükre, a viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.